Az utóbbi időben egy komoly vita bontakozott ki a Nyírbátor önkormányzata, illetve Hatházi Ákos országgyűlési képviselő között. Egy gyermekeségi programmal kapcsolatban vetett fel, hogy bizonyos pénzeket nem teljesen szabályosan használtak fel Nyírbátorban. Most mi a helyzet ezzel a vitával kapcsolatban? Tehát miért alakulhatott ki egyáltalán ez a vita? Igazából egy 500 milliós több éven keresztül folyó program ez a gyermekeségi program, amit az önkormányzat és a Máltai Szeretett Szolgálat közösen valósított meg, és képviselő úr közérdekű adatigénylése fordult az önkormányzathoz, de az az igazság, hogy gyakorlatilag egy olyan levelet írt, amiben a projekt dokumentációt kérte, azért ezt tudni kell a, a, a nézőknek, hogy itt több száz oldal, több ezer oldal dokumentumról van szó, és ez tele van személyes adattal, hiszen rengeteg programot szerveztünk ebben a pályázatban, rengeteg szociálisan rászorult ember segítettünk, úgyhogy kértük többször, hogy pontosítsa. Minden adatot megadtunk egyébként, amit pontosan megfogalmazott, hogy szüksége van rá, de soha nem kaptuk meg pontosan minden információval kapcsolatban, hogy mire van szüksége. És az utolsó adatigénylésében, amikor a hulladékszállítással kapcsolatban érdeklődött, akkor gyakorlatilag az adatigénylésre jutó határidő még nem járt le a teljesítésre, és kitette ezt a posztot, amihez így nem volt megfelelő információ, ezért egy csomó, hogy mondjam, hibás vagy téves, ami az önkormányzatra néz rendkívül ö, ö, rossz benyomás kelt, vagy rosszat üzen. Ő ugye keresett egy 19 milliós tételt, amit ö, ő szerinte ö, önök nem tudtak dokumentumokkal alátámasztani, hogy mire költötték ezt a pénzt. Ez volt az utolsó adatigénylése, amire 15 napja lett volna az önkormányzatnak, és a 8. napon már közé tette ezt a posztot. Alá tudjuk támasztani egyébként, meg is kapta azóta már a képviselő úr az ezt alátámasztó dokumentumot. Ugyanis nem egy bonyolult történet, hiszen itt igazából a hulladék össz, gépi összegyűjtéséről, annak beszállításáról és a hulladék lerakás díjáról van szó. Azért azt látni kell, hogy ez egy 500 milliós pályázat, és ebben ez 19 millió forintot tett ki. Azt hozzá kell tennem, hogy a város sokkal, sokkal több szemetet és sokkal több pénzért szállított el, hiszen itt, ahol vagyunk, itt azért több száz tonnányi szemetet kellett begyűjtenünk ebben az időszakban. Hogy került a gyermekeséi programba a hulladék, a szemét összegyűjtés és szállítás? Ennek az volt a célja, ugye ez a gyermekeséi program egyben egy edukációs folyamat is. Próbáltuk összeszedni azokat a programokat, amivel leginkább a családokat arra tudjuk szokatni, arra tudjuk felkészíteni, hogy hogyan kell egy normális családban, normális körülmények között a gyermekeket felnevelni. és ennek ennek volt a szak, szakemberek által egy javasolt eleme, hogy a tiszta környezet az legalább ennyire fontos ebben a történetben, tehát hogy az otthonunkat, a környezetünket tartsuk tisztán. És ennek a programnak az volt a lényege, két részből állt, az egyik, hogy az itt élő emberek, akik be vannak volna ebbe a programba, az saját telkükön szedjék össze a szemetet, tegyék zsákba, vigyék ki a házuk elé, és mi azt elszállítjuk. Ez is rengeteg irgalmatlanul sok szemét volt, ezt minden utcában meghirdettük ezt a programot, ez több hónapon keresztül zajlott, és a másik rész, ahol ezt nem lehetett megcsinálni. vannak olyan otthonok, ahol kamion számra áll a telken a szemét, ott pedig akkor még mielőtt elvárjuk tőle, hogy tartsa tisztán az otthonát, a gépi eszközökkel, kamionokkal, markolókkal, munkagépekkel szedjük össze a szemetet. Mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos előfeltétel, hogy a gyerekeiket megfelelő környezetben tudják nevelni. Az egy másik dolog, hogy van ennek egy higiéniai szempontja és hiszen rengeteg szeméttel együtt jár a fertőzés, az égetéséből a, a különböző betegségek, hiszen nagyon veszélyes a műanyag égetés, és a rengeteg patkány, ami pedig megfelelő megfelelően. Nyilván így nem tudták kezelni ezt a helyzetet. Ö, mit lépen ezután? két dolgot tettünk, nyilván az adatigénylésnek eleget tettünk, itt teljesen világos, tiszta dologról van szó, elszámoltunk ezzel a pénzzel. Szakmai alapon ezt nyilván meg tudjuk védeni, a költségeket számlával alá tudtuk támasztani, hiszen itt a környezetgazdálkodási nonprofit az északalföldi nonprofit kft ezt kell beszállítani, tehát ez egy olyan cég, ami engedélye rendelkezik, és természetesen képviselőről szemben pedig a jogi lépéseket meg fogjuk tenni. Senki nem sározhatja be Nyírbátorváros önkormányzat a nevét. Ez egy olyan önkormányzat, ami az elmúlt tíz évben bebizonyította, sőt mondhatom, hogy az elmúlt 20 évben bizonyíthatta, hogy mind az uniós forrásokat, mind a saját forrásait tisztán átláthatóan, közbeszerzési úton megfelelően dokumentálva, legálisan a törvényeknek megfelelően használtuk fel. Nem jöhet ide sem a kormánypárt és ellenzéki képviselő, aki ezt sárba tiporja.